Legutóbb az Egy koncert képben című lemezed bemutatójának apropóján jártál Várpalotán. Mi történt azóta, merre jártál, hol koncerteztél? De a legfontosabb szakmai változás, hogy összeszoktunk ezzel az új hangszeremmel. Ez egy nagyon izgalmas orgona. Olasz mérnökök 10 évet dolgoztak, és ez tulajdonképpen most a digitális hangképzés csúcsa, amit majd hozunk ide Várpalotára. És ez azért izgalmas, hogy össze kellett szokni vele, mert egy orgona művésznél minden koncert az egy kicsit olyan volt, mint egy ilyen egyéjszakás kaland. Az ember megérkezett egy helyszínre, ott délelőttől délutánig megismerte a hangszert, aztán utána azt produkált vele este, ami a délelőttől délutánigba belefért. Na most hát ennek is volt hangversenyértéke, és nyilván ezek a kalandok is nagyon izgalmasak tudnak lenni, de amit én szerettem volna a hangszeremmel, az egy ilyen 20 éves házasság, hogy az utolsó rezdülését is ismerem, hogy tényleg minden egyes variációt ki lehessen rajta próbálni, és hát ez a hangszer ez ezt teszi lehetővé. Egészen másképp szól egy ilyen hangverseny, és valahol azt szerettem volna, hogy a kedves hallgatóknak ne kelljen azon törniük a fejüket, egy hát én most inkább nem jövök el a várpalotai koncertre, mert láttam, hogy 3 hónap múlva majd mondjuk Pesten játszik a művész, és akkor inkább elmegyek oda, ott biztos jobb az orgona. Ezzel a hangszerrel Várpalotától Londonig ugyanazt a minőséget tudjuk minden egyes hangversenyen megszólaltatni, tehát ilyen probléma nincs, sőt, hát egészen extra dolgok, 700 féle orgona hangszín a hangszeren belül, amiből lehet válogatni, és 30 féle zenekari hangszín. Úgyhogy a legfontosabb szakmai dolog, ami történt itt az elmúlt néhány évben, az ez az egymás megtanulása, a fő kitapasztalása, hogy mi az, amit ezzel a hangszerrel el lehetett követni, és hát ennek az eredménye az új műsor. És Európa más országaiban is jártál az elmúlt időszakban, vagy csak Magyarországon? Voltam sokfelé, és hát a közeli ország részekbe, illetve a közeli országokba, azokba visszük magunkkal ezt a hangszert, tehát ugyanúgy külföldön. Aztán az más kérdés, hogy ugye távolabbra nem, tehát amilyen repülő távolságra van, ott aztán marad ez az egy éjszakás kaland, hogy amit az ember megismert, azon este produkálnia kell magát. Milyen a fogadtatása ezeknek a koncerteknek? Én úgy tudom, hogy te a Magyar Rádióban egy időben az Intermezzo című műsort is szerkesztetted, és hát azzal a céllal, hogy minél nagyobb rétegekhez jusson el a klasszikus zene, és megismertessétek, megkedveltessétek a hallgatósággal. A te koncertjeid sem szokványosak, ugyanis vannak különböző zenei kis történetek, amiket előadsz, vagy elmondasz, kis kommentárok a különböző művekhez. Hogyan fogadja ezt a közönség? Igen, tulajdonképpen valóban egy kicsit úgy kell elképzelni egy ilyen koncertet, mint mondjuk a Discovery Channel-t élőben, hogy nem csak a 10 000 hangban, amit a zeneszerző megírt az adott darabhoz, hanem a háttere is, hanem miért azt a 10-et írta, hogy milyen ember volt ő. Általános hiba, hogy minden ilyen ismert emberre úgy tekintünk, hogy nagy ember volt. Legyen szó íróról, zeneszerzőről, igazából bárkiről. Csak ez a gond ezzel a fals képpel, hogy akkor, hogyha nagy emberként kezelünk valakit, akkor rögtön távolivá változik. Ha kiállítjuk a szobrát egy főtéren, akkor elmegyünk mellette, és igazából nem az emberhez kötődünk, csak ahhoz, hogy hát ez most, igen, hát ez a Verdi szobra itt vagy ott. És hát ugye Márai Sándor egyik kedvenc íróm, és ő neki volt egy olyan mondása, a kommunisták nagyon akartak neki minden áron kedvezni, meg szobrot állítani, kiadni a műveit, de hát azt mondta, hogy amíg itt vannak az oroszok, addig nem engedik kiadni a műveit, de a szoborhoz ragaszkodtak, azt se engedte, azt mondta, hogy ha valakinek szobrot emelnek, azt lecsinálják a madarak. Na most ugyanígy járunk el, hogyha valakinek, vagy valakit szoborként kezelünk az életben. Wagner, Verdi, Vivaldi, ők nem voltak nagy emberek, ők nem voltak extrák, vagy kiemelkedők. Nagyon esendő, nagyon emberi dolgaik voltak. Az egyik lusta volt, a másik az nagyképű volt, a harmadik az igen diligens, szorgalmas igyekezett, és mindnek volt saját élete, olyan, mint tiéd, az enyém, vagy a kedves nézői. És hogyha ezt látjuk, hogy hát hiszen én ugyanazt éreztem tavaly, ugyanabban a cipőben járok idén, mint amiben Verdi járt 100 évvel ezelőtt. Egy dolgot tudott ő másképp. Meg tudta ezt fogalmazni a zene nyelvén. És ahogy a költő mondja, hogy ugye ahol véget érnek a szavak, ott kezdődik a muzsika, hát valahol ez egy nagyon izgalmas gondolat, hogy egy kicsit mélyebben megélni az emberi létünket, és bizonyos érzéseinket már nem csak szavakkal kifejezni, hanem megérteni, milyen az a muzsika nyelvén is átélni egy szerelmet, átélni egy bánatot, egy ragaszkodást, egy kötődést, egy féltést a muzsikában. Csodálatos dolog ez, és színesedik tőle az élet.
Rákász Gergely nem csak a katedrálisokban és a templomokban ad koncerteket, hanem iskola programot is szervez. Pontosan ez mit akar? Az iskola program ez egy ilyen mellékvágányként indult onnan, hogy arra gondoltunk, hogy tulajdonképpen a következő generáció koncertlátogatója az most ott ül az iskola padban. És amikor én hazaköltöztem 2005-ben az USA-ból, akkor az egyik nagyon kedves pedagógus barátom azt mondta, hogy hát mi lenne, hogyha neked úgyis van ilyen hordozható orgán, mi lenne, ha szerveznék egy ilyet? Ó, mondom, most épp van időm, akkor csináljunk egy ilyet. A tornateremben, az iskola tornatermében gyűltünk össze, és az egész iskola megmozdult, a kicsik azok képeket rajzoltak, hangszerekről mindenféle, földíszítették vele a tornateremet, és egy olyan érdekes, együtt töltött, hát rendhagyó zeneóra volt, amiután a gyerekek azok tömegével írták az e-maileket, hogy ők nem gondolták, hogy a klasszikus zene az ilyen jó tud lenni. És aztán ez kinőtte magát, ez az egyszeri kezdeményezés. Egyre többen és többen tudták azt meg, hogy ilyen iskolaprogramhoz lehet csatlakozni. Mára fölfigyelt rá a Filharmónia, tehát ősszel megyek 19 koncertet játszom a Nyírségben, aztán 10-valahányat Szegeden és környékén, akkor januárban megyek 10-valahányra Heves megyébe. Tehát egyszerűen fölfigyeltek arra, hogy lehet kapcsolatot teremteni a fiatal generációval, hogyha fiatalos módon van közvetítve hozzájuk a muzsika. És hát az utóbbi időben ez még egyszerűbben mérhető ennek a sikere, mert jönnek a Facebookra a diákok, és egy-egy ilyen koncert után hát 10-esével, 20-asával lájkolják, hozzászólnak, játékunk van ilyen alkalommal mindig a Facebookon. És ez nagyon-nagyon fontos, mert egy gyerek mindent megeszik, bármit adnak neki. Hogyha értéktelen dolgot, akkor azt is megeszi, de hogyha élvezhető módon értéket tálal az ember, akkor arra is vevő. És ott nyilván hát a társadalom megosztott ebből a szempontból is. Van olyan, akinek rongyosra beszélhetem a számot, akkor se fogja megérteni, hogy miért értékes Vivaldi zenéje. Nem baj, ilyen is van. De hogyha időben elkapjuk, és időben találkozik a diák a klasszikus muzsikával, akkor csodákat lehet tenni, és egy más, egy minőségi bélet az, ami így vár rá. 2008-ban szülővárosod kulturális nagykövetnek nevezett ki, turnéid során szinte minden alkalommal Várpalotát is érinted. Mi az oka ennek a kötődésnek Várpalotához? A közönség, a várpalotai közönség, semmi más. Abban a végtelenül hálás és szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem kell már azért koncertezni, hogy gázszámlát fizessek, vagy hogy ilyen nagyon csúnya anyagi okok miatt kelljen az embernek darálni, és még egy koncert. Ügyesek voltak a menedzsereim fiatal koromban, és fölépítettek egy nagyon jól működő hátteret az egész történet köré. Most nekem semmi más dolgom nincs, mint az, hogy ne tegyem ezt tönkre. És most már elég azokra a helyekre elmenni, ahol a közönség örömmel fogadott, szívesen látott. Úgyhogy Várpalota olyan egyszerű, ebbe a képbe illik bele. Akárhányszor jöttem ide vissza, mindig kedvesen, mosolyogva, jó energiákkal fogadott a várpalotai közönség. Öröm ezek után ide visszajönni. És akkor, hogyha választhatok, és ez egyébként talán még az előbbinél is fontosabb gondolat, hogyha választhatok, hogy nyilvánvalóan nagyobb összegért elmegyek mondjuk az USA-ba, és tartok 8-9-10 koncertet, de át kell utazni érte az egész óceánt, elszenvedni a jetleget oda-vissza, tehát ezt az időeltolódásból fakadó kovájgást oda-vissza. Kell ez nekem? Ráadásul, ami még ennél is fontosabb, hogyha én játszom Seattle-ben egy koncertet, amire eljön 3000 ember, de a Seattle-ben abban az évben a 130. klasszikus zenei koncert, és talán nem is mondtam túl nagy számot. Vagy játszom Várpalotán egy klasszikus zenei koncertet, ahová eljön 300 ember, de az Várpalotán a 10. klasszikus zenei koncert abban az évben. Hát hol jön létre nagyobb érték? Tehát kell én nekem az amerikai kulturális életet építeni? Azért születtem magyarnak, azért nevelkedtem itt. Tehát én annyi mindent kaptam ettől az országtól. Szeretetet, barátságokat, szerelmeket, oktatást és lehetőségeket. Hát akkor nem az a dolga az embernek egy idő után, miután az életrajzát már beleírhatja, hogy itt is volt, ott is volt. Ez fontos, mert másképp fest az életrajz. De nem az a dolga, hogy utána hazajöjjön, hazahozza azt, amit lehet, és utána itthon
vajon itthon építkezzen? Úgyhogy ebbe a képbe is remekül belepasszol Várpalota. Véleményem szerint lehet, hogy számszerűen kevesebben vannak, mint egy sokmilliós nagyvárosban megrendezett koncerten, de értékben nagyobb keletkezik. Térjünk át egy kicsit beszélgetésünk apropójára. Megjelent legújabb lemezed, az a címe, hogy Organ Magic. Hogyan született ez a lemez? Milyen művek szerepelnek ezen a lemezen, illetve milyen téma köré épül? Nagyjából a lemez alapja az, hogy amiről beszéltem korábban, hogy sikerült összeszokni ezzel az új hangszerrel. És egy ilyen nagy forradalmi lépésre szántam el magam, hogy nem megyek templomba, és egy felépített orgonán játszom el a CD-nek az anyagát, hanem ezen a hangszeren. Bevittük egy kis kápolnába ezt a hangszert, minden lyukból, ami létezik rajta, drótok lógtak ki, olyan volt, mintha műtenék szegényt, de a játszóasztal az teljesen érintetlen volt. Nyilván ugye ott lehetett nekem művészkedni, és ott kezdtünk dolgozni, egy stúdióban kezdtünk dolgozni. Nem tudom, hogy valaki bemerte ilyet vállalni korábban. Úgy voltam vele, hogy ha a koncerten meg tudja téveszteni a hallgatókat, én pontosan ezért döntöttem emellett a hangszeremet, mert engem megtévesztett. Azt hittem, hogy eredeti orgona szól a kezem alatt, becsaptak, amikor kipróbáltam a hangszert. Onnan indult a történet, hogy elpusztult egy templomnak az orgonája, és nem maradt más meg belőle, csak a homlokzat. És nagyon okosan úgy építették bele ezt a ilyen típusú hangszert, mint az enyém, hogy a hangfalak azok a sípok mögött voltak, a homlokzati sípok mögött voltak. És elkezdtem játszani, és mondom, hát ez egy gyönyörű hangú orgona. Mi a trükk? Miért néztek rám ilyen mosolyogva, hogy hol vagyok becsapva? És mondták, hogy ez nem egy orgona, hanem ez egy digitális orgona. Mondtam, ilyen a világon nincs. Hát hallani azokat a puffanásokat, szösszenéseket, amiket egy igazi orgona kiad. Hát mondom, hát ilyet nem tud csinálni. Fölmentünk, megnéztük, azt mondtam, hogy akkor nekem ilyen hangszer kell. Tehát ezt a minőséget szeretném mutatni a közönségnek. És ezen vettük föl a lemezt, illetve ugye ezt hozzuk majd ide velünk a Turivárba, a mostani hangversenyre. És azért különleges, mert ilyen módon tudok 3-4 kézzel játszani versenyt magammal, és szólal az meg egy darabon belül. Ki tudok emelni egy hangszint egy másik hangszerrel. Olyan dolgok történnek, hogy amikor legyen szó szakértőről, legyen szó laikusról, leültettem, hogy na hallgass meg a lemezt, hát édesanyám, aki remek zeneértő, azt vettem észre, hogy lehúnyta a szemét az első pillanatban, és ahogy hallgatta a lemezt, úgy ment egyre közelebb a hangszóróhoz, annyira szinte bele akart bújni, tehát hogy vitte őt magával a muzsika. Nagyon boldog vagyok. Közel 50 percnyi zenei anyag van a lemezen, és 55 órát dolgoztunk rajta a stúdióban. Tehát minden percre jutott egy óra ez az átlagunk. Úgyhogy izgalmas munka volt, és hát ennek a gerincét hozzuk ide a Turivárba, ennek a lemeznek. És ezt egészítem ki Verdivel és Wagnerrel, mert hogy ugye ők meg idén 200 éve születtek. Tehát kell róluk egy kicsit, vagy érdemes róluk egy kicsit beszélni. Mi az, amit ők megváltoztattak a klasszikus muzsikában? Mitől emlegetjük őket még a mai napig kiemelt figyelemmel? És hát hogy vezet az ő munkájuk a filmvászonig? Tehát nagyjából erről lesz szó majd ezen a hangversenyen. A mostani hangversenyen is lesz valami különlegesség. Ugye a 2011-esen az egy koncert kékben című hangversenyen ugye volt látványosság, ugye képekkel, Pap Norbert festőművész képeivel illusztrálták a zenét. Most mire számíthat? Most ez egy köztes állapotban vagyunk. Akkor, amikor elindult ez a hangverseny, akkor Pap Norbert festőművészete és az én ismerkedésem ezzel az új hangszerrel adott egy összképet. Most a hangszer tett egy lépést, mint ahogy így jobb láb és bal láb egymás után az előrelépésekben. Most a hangszerrel tettünk egy óriási lépést. Véleményem szerint ilyen hangzást orgona hangversenyen még nem hallottak itt Magyarországon, de amennyire tudom, külföldön se nagyon. Nem nagyon mernek kísérletezni ezzel a,
a kollégák, hogy a technikát bevonják a hangszer történetébe, vagy a hangszerjátékba. Valahogy egy kis félelem van a szakmában, hogy jaj, ki mit fog szólni. Nekem azt tanították Amerikában az ottani orgonatanárom, hogy addig, ameddig az ember megőrzi a darabnak a hűségét, és addig, ameddig arról a darabról szól az előadás, addig szinte bármi megengedett ahhoz, hogy a közönség jól érezze magát. Úgyhogy én kevesebb félelemmel vágok bele egy ilyen történetbe. Azt hiszem, hogy majd előbb-utóbb követnek a fiatalok, de hát ez legyen a jövő zenéje. Úgyhogy most a hangszerrel léptünk előre egy nagyobbat. Az extra az a hangzásvilág lesz, úgyhogy bárki nyugodtan lehúnyhatja a szemét, és reméljük, hogy utazni fogunk az időben a muzsikával. A koncert június 8-án este 8:30-kor lesz. Mivel várod a közönséget? Mire számíthatunk? Tehát egyrészt magára a Túri várra, ez szerintem egy izgalmas helyszín lesz ennek a hangversenynek. Másrészt elsősorban szívesen látom majd az érdeklődő embereket erre. És azért mondom ezt így külön kihangsúlyozva, hogy érdeklődő embert, mert nem lehet korosztályhoz kötni, azt veszem észre a koncert közönségemet. Nem a fiatalok jönnek, nem az idősek jönnek, hanem valahol az ember, akit egyformán érdekel az agysebészet jelenlegi állása, esetleg a kozmológia, hogy mit gondol Stephen Hawking erről az egész kulimászról, amiben itt élünk, és éppen olyan szívesen olvas mondjuk Verdiről, vagy Wagnerről, esetleg Vivaldiról. Na hát ugye így, hogy ez egy ilyen zenetörténeti időutazás is lesz ez a hangverseny, mindig lesznek kommentárok az egyes darabok előtt. Én azt hiszem, hogy az érdeklődő ember legyen bár 12 éves, vagy 92 éves, meg fogja találni a helyét itt ezen a Turivár Béli koncerten. Köszönöm a beszélgetést, és kíváncsian várjuk a hangversenyt, én biztos, hogy ott leszek. Köszönöm.